Várlak, sziasztok! Közben kiírt a telefonom, hogy nincs internet, de úgy néz ki, hogy van. Esetleg írjátok már ide, hogy látszom-e, hallatszom-e. Azt nézem, hogy nem csak a virtuális térben, hanem tényleg ilyen havas idő van. Úgyhogy nem tudom, hogyha odaírnátok esetleg, hogy nálatok milyen idő van. Hát nálunk ilyen, amit a háttérben. Úgyhogy egész szép kis hó esett itt Csongrádon. Na, szia Gyuri, hello, sziasztok! Szóval, új hét, új remények. Szoktuk mondani, hogy csapassuk. Ilyen hülye kifejezés, de hát ez van. Szóval új hét, és egyszerűen visszatérnek különböző érdekes témák, és most is kavarog a fejembe egy olyan dolog, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, majd írjátok már le, mi a véleményetek, hogy vannak a különböző, hát ilyen tréningek az interneten. Tehát mindenféle ilyen videós tréning van, aztán van egy ilyen spirituális vonal, ami hát ugye elmondja, hogy szerinted mit kéne, vagy szerintük mit kellene csinálni, és akkor rász, és akkor csinálod, meg különböző ilyen rezgések, stb. Ami tök jó szerintem, csak van egy hiányérzetem mindig. Akkor van egy másik irány, ami hát különböző üzleteket ajánl, hogy most ez a jó, meg az a jó, meg ebbe fektes, abba fektes, meg most ezt a terméket, meg azt a terméket. Csak nekem mindig van egy hiány érzetem, hogy, hogy jók ezek a tréningek, csak miért van az, hogy hát, hogy van akinek megy, van akinek meg nem megy. Miért nem megy ez mindenkinek? Illetve miért van az, hogy kijössz mondjuk egy nagyobb tréningről, mondjuk egy ilyen szeres magam tréningről, és úgy föl vagy dobva, meg minden csak nem tudom, nektek van-e hiányérzetetek, hogy hát igazán nem történik nagy változás, vagy nem az az aha érzés, hogy hú, most tényleg ömlik a pénz, vagy hát egy pár napig még jó az, hogy te tényleg hogy kezded megismerni magad, de aztán úgy ellaposodik az egész. Nem tudom, nálatokhoz hogy van. Én nagyon sok esetben láttam ilyet. És jön a kérdés az, hogy hogy lehetne ezt úgy, hogy egyensúlyban legyen? Hogy lehetne úgy, hogy tényleg az, amiért végzik ezeket a kurzusokat az emberek, hogy az hozzon is a konyhára, meg úgy jobb emberekké váljunk. És akkor ne az legyen, hogy visszaesel a szürke hétköznapokba, aztán majd lesz valahogy, és akkor megint ott vagy, hogy várod a következő kulcs tréninget, hogy talán majd most, ha majd ezt így elvégzed, akkor majd ugyan nagyon jó lesz, és így élik az embereket 10-15-20 éven keresztül, és így körbe-körbe járogatnak. Nem tudom, hogy ez csak így az én megfigyelésem alapján van így, vagy tényleg ez hülyeség, vagy van benne valami igazság. Csak úgy nézd meg a saját életedet, hogy igaz-e az, hogy akik még nem értek haza. Tudod, amikor már egy hazaérsz, amikor megtalálod azt, hogy hú, ez most akkor már fölcsillan a remény, illetve megtörténik az a varázslat, az az izgatottság érzet, hogy hoppá, most azért tényleg úgy néz ki, hogy itt anyagilag is, meg spirituálisan is úgy rendbe rakódnak a dolgok. Na, erről lesz szó ma a tréningen, nem tudom, hogy úgy szeretném, hogyha úgy mennétek ma innen ki, ugye ez csak egy ilyen 20-valahány perc lesz, hogy megértenétek azt, hogy a francba hát tényleg ez a kulcs, ami hiányzik, és hogyha ezt én végigcsinálom, akkor valószínűleg, hogy megkapom azt, ami miért csinálom ezt az egészet. Érdekes lehet ez a téma nektek? Szia Érika, szia Noémi, de jó, jöttök befele, oké. Okay. Szóval, ott van ez az egész dolog, amikor én erre rájöttem, akkor arra gondoltam, hogy ha megmutatom a megoldást, akkor ez nagyon sok embert fog érdekelni. És ahhoz, hogy meg tudjam mutatni a megoldást, először nekem kellett megcsinálni. És higgyétek, elég komoly kutató munkát végeztem, ugyanis nem volt más választásom. Ugyanis vannak ezek a biztos állásnak titulált dolgok, de most teszem fel a kérdést. Szerintetek mennyi ember vesztette el a munkáját abban a biztos, biztonságot nyújtó állásban? Hány vállalkozó ment most tönkre egyetlen egy pillanat alatt, mert valaki azt mondta, hogy hát most nem lehet kimenni az utcára, vagy most nem lehet kinyitni,
hogy most nem lehet ezt, nem lehet azt, hányan. És ide jön megint az, hogy mivel tudunk most főzni. Tehát így virtuálisan. Mi az, amihez tudunk nyúlni tényleg, amit már én 6 éve így mondok az embereknek, hogy jó az, hogyha az ember megtanul ajánlani dolgokat, hogy azért pénzt kapjon. Direkt nem mondtam azt, hogy eladni, meg direkt nem azt mondtam, hogy értékesíteni, mert akkor ugye elszaladnátok, de ugye ajánlani lehet, nem? Az ajánlásban az a jó, hogy hát ha vesznek, vesznek, ha nem vesznek, nem vesznek, de ha jó az ajánlatom, akkor úgyis vesznek. Az eladás meg az olyan, hogy hát ha nem vesznek, akkor nagyon nagy probléma van. Körülbelül ez a különbség. De egyébként sokkal egyszerűbb, mint amennyit gondolnánk. Ugyanis nagyon könnyű összerakni ezt a kettőt, hogy ne csak spirituálisan fejlődjön az ember, hanem a hozzárakott anyagi dolgok miatt, tehát anyagilag is jöjjön a dolog, ez az egység megvalósuljon. Szerintetek ez érdekes téma lehet? Hogy ne csak azért, hogy most elmész ilyen kurzusra, és tényleg nagyon jó, mert így fölteszed magadnak a kérdést, hogy ki vagyok én, meg hogy is lehetne ez még jobb, meg ugye még jobb, és akkor kérdésekben vagy. De rájössz egy idő után, nem fog történni semmi, mert nem viszed végig a folyamatot. Vagy hogyha csak az üzleti részét nézed valaminek, akkor meg az fog megfogalmazódni benned, hogy mindig visszautasítanak. Nem? Hogy ajánlasz jobb-nagyobb dolgokat, és akkor azt mondják neked, hogy nem. Hát de miért mondják azt, hogy nem? Azért, mert kettő nincs szinkronba. Se nálad, aki esetleg ezt rosszul csinálja, és hát annál meg hogy lenne szinkronba, aki ott, most képzeljétek el, ott ül valaki a saját, vagy ott áll a saját biztos állásába, vagy ki van rúgva már és otthon van, az a jobbik eset egyébként, és ott van, és igaz, hogy megkapja mondjuk, ha szerencséje van, mondjuk van egy olyan állása, hogy valamit kap a hó végén, és akkor tulajdonképpen eladja magát. Az olyan dolgot ad el, ami a legkevesebb és állandóan fogy, és ez nem más, mint az idő. Na most nézzetek meg, hány ember él úgy, hogy ma fölkelt reggel, hát aztán, hogy ki mennyi, hány órakor, valaki fél négykor, valaki fél ötkor, valaki 5-6 órakor, és azon gondolkozik, hogy úristen, már megint hétfő van. Szerintetek hányan vannak így? És akkor elindulnak a munkába, baromira nem szeretik, amit csinálnak, de muszáj valamit csinálni, mert abból van a pénz, az a pénz, ami tulajdonképpen arra se elég, hogy életben maradjunk. És akkor mikor lesz már péntek, és akkor pénteken meg ott van, holt fáradtan, ha adáig kibírja az ember, hogy ha szerencsém van, akkor hétvégén egy másik állásból majd így kipótolom az első állásomat, és végig szenvedik az életet az emberek. Tudom, hogy ez ilyen unalmas, meg már úgy is tudjátok, meg minden, csak azért ez a hétfő, ez mindig arra jó, hogy így fölébressze az embereket, hogy úristen, most én tényleg ezért élek? Hogy így kimenjek, és akkor jó, elmenjek olyan munkahelyre, ami baromira nem érdekel, de megcsinálom, aztán megaláztatás, meg mindenféle dolog, és akkor nagy nehezen úgy eljön a hétvége, és örülök, hogyha lyuk van a selyhajon. Tehát így ennyire drámai tud lenni a helyzet. De mégis vannak emberek, akik úgymond megvalósítják az álmukat, mert állandóan azt nem csak kergetik, hanem kérdéseket tesznek föl, hogy hogyan lehetne azt elérni, mi kell ahhoz, hogy egy adott dolog megtörténjen. Tehát mi kell ahhoz, most tedd föl a kérdést, mi kellene ahhoz, hogy most jobbá váljon az élet. És akkor egy picit most így zárójelbe rakom, mert rögtön mit csinálnak az emberek, az úgy nézik a háttérben a televíziót. És ugye mi megy a tévébe állandóan ez a ócsuk, ne ócsuk, most tüntessünk, ne tüntessünk. Mi a jó, tehát semmi olyan, ami az lenne, hogy na gyerekek, ez a megoldás, most efele megyünk, és ez lesz. Mert nem, mindig olyan se füle, se farka. Nem tudom, nektek nincs ilyen érzetetek, hogy akármelyik tábort hallgatod, hogy ha azt mondjuk, hogy ne oltsuk is, akkor de oké, de mi a megoldás? Akkor hogy legyünk egészségesek? Vagy oltsunk is, akkor meg annak nincs vége. Tehát,
Erről megvan mindenkinek a saját véleménye, de én nem azt akarom, hogy most ideírjátok, hogy szerintem ócsunk, meg másik azon, hogy azt mondja, hogy ne ócsunk. Tehát nehogy véletlen ilyen. Én nem azért csinálom ezt a tréninget, hanem egyszerűen elgondolkozzunk azon, hogy minél hamarabb találjuk meg az, amiért itt vagyunk a Földön, és rögtön valósítsuk is meg. Föltetted a kérdést, hogy na akkor Billiken, te mi a jó égé vagy itt? Én azért vagyok itt, mert megtaláltam az életutamat, ráálltam, és olyan embereket keresek, akik hasonlóan gondolkoznak, mint én. Nem mindenkit keresek, csak olyanokat, akik úgy gondolkoznak, és tudom, hogy azokkal az emberekkel meg tudjuk valósítani az álmunkat lépésről lépésre. Minden szegmens, minden picike részlet ki van dolgozva. És ugye mi hétfőn tartunk egy ilyen reggeli tréninget, 10 órakor, előtte 9:30-kor már Miklós barátom autójával megy a székházba, onnan tart nektek egy tréninget. Akkor 10:15-kor visszajövök én is hozzátok, egy csoportos meetinget tartunk. Aztán utána mindenkit szabadjára engedünk, és végzik a mi csoportunk azt, amit ugye ott elhangzanak. Tehát cselekszünk is, nem csak ott ülünk, végighallgatjuk a dolgokat. És aztán így megy, minden napra van valami picike feladat, de ez nem olyan, hogy mi megmondjuk, mint főnökök, hogy most ezt csináld, azt csináld, hanem ezt is lehet csinálnod, ha akkor ezt eléred, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. De nem muszáj. Tehát mindenkinek szabad választása van is. A szabadság azt jelenti, hogy vannak döntéseid, és utána kielemezzük, ha így döntöttél, akkor ezt csinálod, ha amúgy döntöttél, akkor azt csinálod, és ezt mi meg is beszéljük. Tehát van egy csütörtöki központi konferencián, ahol nem egy ilyen nagy oktatás folyik, hanem megbeszéljük emberekkel a dolgokat. Én a múlt heti csütörtöki előadáson, mint mindegyiken ott vagyok, és én így ültem a múlt héten, és így volt a kezem, emlékszem rá, és mosolyogtam, és sokan megkérdezték, hogy te mit mosolyogsz ott? Ugye én voltam valamilyen szinten a műsorvezető, de inkább csak ilyen karmester, hogy úgy hogy próbáltam így embereknek adni a labdát is. Most képzeljétek el, egy kulisszatitkot árulok el, hogy az a beszélgetés, ami csütörtökön folyt, azt én azt hittem, hogy olyan 10 hét alatt tudjuk elérni körülbelül. Tehát annyira jó a társaság, hogy elértük ezt a 4. kurzuson. És csak néztem ki a fejemből, hogy jó ég, ennyire jó lenne ez az energia, amit képviselünk. És most nem azt mondom, hogy miénk a tuti, csak mi olyan dolgot csinálunk, amit még szerintem a világon még így, ilyen szemlélete nem csináltak. Illetve hasonlót csináltak, mert ugye én is szemezgettem, hogy mit lehetne, de így nem. Tudjátok, hogy miért nem? Mert a magyar az egyik olyan ember, aki ilyen fajta beszélgetésbe szeret lubickolni, amit mi csinálunk. Azért, mert ott együtt van az anyagi, együtt van a szellemi rész, és mi erről beszélgetünk, hogy nálad ez hogy sikerült, nálad ez hogy volt, neked mi volt a problémád, ő neki mi volt a problémája, és összehozunk olyan embereket, akinek hasonló volt a problémájuk. És itt van egy nagyon érdekes kulcs az egészben, hogy ugye úgy jössz ki egy tréningről sokszor, hogy hát ez jó, 3 napig oké, aztán ugye ellaposodik, ez azért van, mert ott nem találkoztál olyan emberrel, akinek hasonló a problémája, illetve lehet, hogy találkoztál azon a nagy tréningen, csak nem beszéltétek meg, vagy nem ment tovább a folyamat, hanem ott, ez olyan, mintha egy kandallót, én minden nap begyújtom a kis kandallót, és hogyha a kandallót úgy gyújtod be, hogy vannak ilyen gyújtósok, és csak egy gyújtóst raksz be, meg esetleg egy pici papírt, meg rőzsét, de nem keszel hozzá nagyobb ágakat, akkor így ellobban az egész. Hirtelen ad egy pici meleget, így megérint az, hogy milyen érzet lenne, hogyha olyan, folyamatosan olyan meleg lenne a szobában, de nem, csak egy pillanatra, és utána ellobban, és akkor kész. Tehát körülbelül ilyen az, amikor kijön valaki egy ilyen szeretem magam tréningről. Ellentétben, amit mi csinálunk most, ott végigvisszük a folyamatot. És minden ember fontos. Az is fontos, aki most kezdi el, mert az azért fontos, mert egy újabb emberke fölébredt. Meg van egy csomó olyan ember, aki már valamilyen szinten halad az úton, és ők meg tudják mutatni egymásnak, hogy kell haladni. És kapaszkodjatok meg,
tök mindegy, milyen szinten van az ember, mindannyian tanulunk ebből. Tehát én annyit tanulok tőletek, akik velünk együtt vagytok, hogy ezt el nem tudom nektek mondani. Azokat a tanításokat, amiket úgy elméletbe átadunk, azok visszajönnek, olyan, mintha egy lepucolt, letisztult formában jönnének vissza. Mondom, te jó ég, ez ennyire szupi lenne. És az a röhely, ez olyan, mint egy ilyen csiszolási folyamat, hogy a kis széndarabból lesz egy gyönyörű gyémánt. És ez most azért mondom, mert ugye mi gyémánt, VIP gyémánt kiképző tábort csinálunk tulajdonképpen, mert a mi cégnél ugye a legmagasabb fokozat ugye a gyémánt. De mi nem üzletről beszélünk, azt a marketing terv megmutatja. Mi nem termékek összetételéről beszélünk, meg nem gyógyításról beszélünk, meg nem ilyen dolgokról, amikről más beszélget. Teljesen másról beszélgetünk. Azokról, amire az emberek kíváncsiak. Itt a kulcs. Úgyhogy, ha most figyelitek, ez egy promóciós kis meeting, fel akarom kelteni az érdeklődéseteket, aki esetleg még úgy nem is tudja, hogy mi lehet ez, de valami jó dolognak gondol, hogy keressetek vagy engem, vagy a mentortársaimat, itt elég sokan vannak itt a névsorban, és kérdezzetek, és mi el fogjuk mondani, hogy hogyan tudsz bekerülni ebbe a VIP csoportba, mit kell azért csinálni, és gyertek velünk. Higgyétek el, sokkal többet ér, mint hogy most hallgatod, hogy most ócsuk, ne ócsuk, vagy különböző hülyeségek, mert utána ez ellaposodik, jön majd más baromság, és azt látod, hogy majd úgy az életed telik, de közben elmennek különböző lehetőségek. Úgyhogy erre invitálok benneteket, hogy minél hamarabb a mi kis közösségünkbe csatlakozzatok. Mi megígérem nektek, hogy mi nem szidunk senkit, nem politizálunk, nem szektázunk, nem valláshozdizunk. Egyszerűen csak megoldást mutatunk egymásnak. Te hogy csináltad meg, te hogy csináltad, én hogy csináltam, csináljuk együtt. Egy cél érdekében megyünk. Úgyhogy ez az egészség és a jólét klubja. Gyertek velünk, csináljuk, higgyétek el, tudjuk, hogy miről beszélünk. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és ha jól emlékszem, 9:30-kor Miklós már budapesti utakon járkál, figyeljétek, mert ő is nem sokára bejelentkezik hozzátok. Sziasztok!